Üdvözlök mindenkit, jó szórakozást kívánok! Napi első vicc. Katonák az udvaron, a tábor parancsnok beszédet tart. Emberek, ez a laktanya nem az enyém, és nem is másé. Ez a miénk. Egy hang a tömegből. Adjuk el! Az ejtőernyős gyakorlaton mindenki ugrik sorban, Kovács is kiugrik, meghúzza a zsinort, ki is nyílik az ejtőernyője. Mellette elhúz az egyik társa és becsapódik a földbe. Leérnek és kérdezik Kovástól. Te beszéltél vele utoljára, mit mondott neked? Hát nem tudom pontosan, én csak annyit hallottam, hogy nyát, Pécs. Az 50-es években szovjet katonák menetelnek Szibériába. Találkoznak egy öreg emberrel. Az öreg, amint meglátja őket, nagyon megörül, kérdezi tőlük. No aztán, hát hogy haladtok? Küzdtétek már a németeket Leningrádból? Mire a katonák? Hát te bácsi, a háborúnak már vége van. A fene, hát én meg csak robbangatom a vonatokat, robbangatom. A háborúban az izraeliek elfogtak egy arab pilótát, megpróbálták kivallatni a szétlőtt repülőgép paraméteré ügyében. Mennyi a géped optimális repülési magassága? Pilóta nem válaszol, mire nagyon megverik. Mennyi a repülőgéped maximális repülési sebessége? A pilóta megint nem válaszol, mire még jobban megverik. Mekkora teljesítményű a repülőt hajtóműve? Nincs válasz, mire utoljára még egyszer megverik, de mivel látják, hogy semmit sem lehet belőle kiszedni, ezért elengedik. Hazaérve nemzeti hősként fogadják, és az ünnepségen megkérdezik tőle, hogy mit tud tanácsolni a pilóta növendékeknek. Csak azt, hogy a műszaki adatokat tanulják meg pontosan, mert ha elkapják őket és nem tudják, hát akkor nagyon megverik őket. Hadgyakorlaton az őrmester azt a parancsot adja, hogy mindenki ássa be magát. A kis katona nekiáll, és egy iszonyú mély gödröt ás. Túlságosan mély ez a gödör, mondja az ellenőrzés közben az őrmester. Abból nem látod majd az ellenséget. Hát, nem is nagyon vagyok kíváncsi rájuk. A frissen bevonult katonák biztosítást is kötnek. Az egyik biztosítási ügynök minden évben többszörös mennyiségű katonai biztosítást ad el, mint a második helyezett. Ezért a főnöke titokban kihallgatja, milyen módszerrel veszi rá a katonákat a biztosítás kötésére. Nézze, uram, ha megköti ezt az életbiztosítást, akkor ha meghal a harcmezőn, a biztosító 200 ezer dollárt fizet a családjának. Biztosítás nélkül ugyanebben az esetben a hadsereg fizet a családjának, de csak 3 ezer dollárt. Mit gondol, csatában kit küldenek majd előre? Aki kötött biztosítást, vagy aki nem. Figyelmeztetés, az őrmester mondja. Becsukatom 10 napra, de hogyha ez nem elég, akár egy hétre is. Kocsmában mesél a seregben történtekről egy srác a barátainak. Egyszer még a táborban beleestem a pöcegödörbe. Hát ez szar ügy. És? Meddig ért neked a szar? Hát, egészen a térdemig süllyedtem. Még szerencse, hogy ilyen kevés volt benne. A fenét, fejjel lefelé estem bele. Felvételi. Mi a különbség egy brit és egy iraki katona között? Nem tudom. Gratulálunk! Üdvözöljük az amerikai légierőnél! A katona jelölt mesztelenül áll az orvosi bizottság előtt. Hátra arc, lehajolni, alkalmas. Hát, ezt a szemembe is mondhatta volna. Katonaságnál az ejtőernyős kiképzésen kérdezik az oktatót. Mondja kérem, biztosan jó ez az ejtőernyő? Hát, eddig még senki sem panaszkodott. Az albán ejtőernyősök elmennek Angliába gyakorlatozni.
Az ugratóparancsnok kiadja az instrukciókat. 3000 méterről ugrunk, oké? Az albánok tagadólag ingatják a fejüket. Akkor 2000. Nem, nem. 1000. Az ejtőernyősök nagy nehezen belemennek. A tiszt oda szól nekik. Na jó, akkor vegyék fel az ejtőernyőiket, aztán gyerünk. Mire az egyik albán csodálkozva megszólal. Ja, úgy könnyű. Az újonc katonától kérdezi az őrmester. Na fiam, milyen volt az első napja? Uram, nem emlékszem rá, akkor még egészen kicsi csecsemő voltam. Az őrmester az első kimenőre készülődő újoncokat oktatja. Emberek, ha a vendéglőben a szomszéd asztalnál ketten összeverekednek, akkor maguk ne avatkozzanak közbe, igyák ki a sörüket, és csetben távozzanak a helységből. Világos. Az eligazítás után az őrmester meg akar győződni róla, hogy megértették a mondani valóját, ezért megkérdi. Tóth honvéd, ha a szomszéd asztalnál két férfi elkezd verekedni, maga mit tesz? Jelentem, kiiszom a sörüket, és csendben távozom. Jön az ellenség, támadnak, mondja a katona. Hányan vannak? 1001-en, parancsnok úr. És honnan veszi, hogy pont 1001-en? Hát, jön ott egy legelől, meg vagy 1000-en mögötte. Jelentem, őrmester úr, leégett a kocsiban a kuplung. Maga barom, nem megmondtam, hogy nincs benne dohányzás. Katona, ha balra van nyugat, jobbra pedig kelet, akkor mi van a háta mögött? A hátizsákom. Egy orosz katona átkiált a kínai határon. Ej, 100 000 kínai, gyertek a domb mögé harcolni velem. Átmegy 100 000 kínai, verekedés, majd csend. Fél óra múlva az orosz harcos újra kiált. Hely, 100 000 kínai, gyertek a domb mögé harcolni velem. Ismét átmegy 100 000 kínai, megint verekedés, majd csend. Fél óra múlva újra hangzik a kiáltás. Hely, 100 000 kínai, gyertek a domb mögé harcolni velem. Már menne megint a 100 000 kínai, de a domb mögül előmászik egy összevert, de még élő kínai. Vigyázzatok, fiúk, csapda, ketten vannak. A második világháborúban a japán légierő parancsnoka behívja az egyik pilótájukat. Katona, a parancsnokság választása önre esett. Ön lesz az első kamikáze pilóta. Értettem. Megkapja a japán légiflotta leggyorsabb gépét. Értettem. Felszáll 7000 méter magasra, és az éj leple alatt megközelíti az amerikai hadihajó flottát. Értettem. Kiválasztja az amerikaiak vezérhajóját. Értettem. Aztán becélozza, és kikerülve a légvédelm lövéseit nekirepül, és a haza érdekében repülőgépének felrobbantásával megsemmisíti azt. Értettem. Katona, van kérdése? Igen, uram, egy kérdésem lenne. Kérdezzen, katona. Maga teljesen meghűlt? Köszönöm szépen a figyelmet, jó pihenést kívánok!